A Szerencsi Általános Iskola június 24-én délután tartotta tanévzáró ünnepségét a Kulcsáranita sportcsarnokban. Az esemény a Várom már a vakációt című vette kezdetét, majd a kisiskolások műsorát követően Fábián Ottóni lépett a mikrofonhoz. Az intézmény főigazgatója köszöntötte a diákokat, tanárokat és szülőket, majd összefoglalta és értékelte a 2010-2011-es tanév legfontosabb eseményeit és a diákok tanulmányi teljesítményét. A főigazgató beszédében hangsúlyozta, hogy a tanulók tanulmányi átlaga elérte a 4 átlagot, az alsósok 4,2, míg a felsősök 3,8-es eredményt produkáltak. A tanévet 899 tanuló kezdte meg, bizonyítványt viszont 906 diák kapott. Fábián Ottoné büszkén emelte ki, hogy 49 alsós és 40 felsős diák végzett kitűnő bizonyítványjal. A kiváló eredmények mellett gyenge teljesítmények is születtek. 31 tanulónak került elégtelen eredmény a bizonyítványába, de ők még a nyár végén javítóvizsgát tehetnek. Az ünnepségen kiváló tanulmányi munkájuk elismeréseként 68 alsós és 40 felsős tanuló könyvitalomban részesült. Könyvet adtak át Kalina Józsefnek és felkészítő tanárának Gecső Rászlónak, valamint Mizák Annának és felkészítő tanárának Tótné Nógrádi Györgyinek, az Rényílon a matematika versenyen nyújtott kimagasló teljesítményükért.